Az államháztartási törvény előírja, hogy február 28-a az a határ, ameddig módosítani lehet az előző évi költségvetést. Vagyis rögzíthető, hogy 2022. december 31-én év végén hogyan állt az önkormányzat büdzséje. Ez befolyásolja, hogy mennyi adó folyt be az utolsó napig, mennyi volt az áramszámla, vagy hogy milyen beruházások ellenértéke érkezett vissza. Így lehet pontosan lezárni az évet, tehát ez egy pénzügyi, technikai döntés. A testületi ülésen arról is szó esett, hogy átalakul az orvosi ügyeleti ellátás. Eddig az orvosi ügyelet kapcsán a beteg elment abba az épületbe, ahol korábban a gyermekosztály működött, ez egy zöld épület, így ismeri Máté Szalkán mindenki. És akkor előfordult az is, hogy mondjuk küldözgették, hogy ez mondjuk sürgősségi eset, vagy a sürgősségiről küldték át, hogy ez orvosi ügyeleti eset. Most már ilyen nem fordulhat elő. Mindenkinek, aki az orvosi ügyelet kapcsán, vagy sürgősségi betegellátás kapcsán problémája van, annak oda kell menni, ami a régi sürgősségi osztálynak a bejárata volt, most már mindkét irányból meg lehet ezt közelíteni, tehát a traumatológia előtti bejáratokról beszélek. Ott ki lett alakítva egy triázs. Ennek magyarul, hát tulajdonképpen olyan, mint egy recepció, ami azért fontos, mert ott egy szakképzett dolgozó el fogja dönteni, hogy ott a folyosó egyik oldalára megy, ahol orvosi ügyeleti ellátásban részesül a beteg, vagy éppen egyből a sürgősségére kerül, mert az állapota ezt indukolja. Ezzel együtt pedig a gyermekellátás is átalakul. Eddig a gyermekházi orvosok csak hétvégén tartottak ügyeletet, most már ebből a triásból tovább irányíthatják a gyermeket a sürgősségére, ahol azonnali ellátást kaphat. Ráadásul a vezető mentőtiszt arról is tájékoztatott, hogy pont, hogy az ügyeleti ellátásban semmilyen fennakadás ne legyen, egy plusz mentőjárművet is szolgálatba helyeztek. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogyha mondjuk ne adj Isten több irányból érkezik hívás, ahova mentő menni kell, most már még hamarabb érnek ki a mentők, hiszen több gépjármű értelemszerűen a kiérkezési időt, a kiutási időt a beteghez csökkenteni fogja. A polgármester hangsúlyozta, ezzel a beteg ellátás még kiegyensúlyozottabbá, stabilabbá válik majd Máté Szalkán.